Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a kedvenc férfi szereplőimről lesz szó. A kedvenc férfi karaktereimről, inkább így. Ezt a videót még összeírtam régen. És még mindig nem vettem fel valamiért, úgyhogy most megcsinálom, mert ezt zsúfolt hetem lesz, és ezt könnyen és gyorsan talán fel fogunk tudni venni. Igazából először sokkal több karaktert írtam össze, de azt nem voltam, hogy szűkítsük le mondjuk top 10-re, mondjuk azt, hogy ez a top 10-es listám, de hogy ezen belül nincs külön sorrend, könyvekhez csoportosítottam őket igazából, úgy könyvön belül. Nyilván olyan karakterek lesznek felsorolva, akik így a kedvenc könyveimből kerültek ki, mert azokból szoktam általában a kedvenc karaktereket választani, úgyhogy a könyvek ismerősek lesznek, ha valaki tudja, hogy így mik a kedvenceim. És valószínűleg erről a polcról sok karakter lesz. És majd ezt megcsinálom női karakterekkel is valamikor. Egyszer csak. De most, kedvenc férfi karaktereim. És lezárt magát a telefon. Oké. Okay. Ja, igen. Mielőtt belemegyek nagyon a dolgokba, előfordulhatnak spoilerek ebben a videóban, úgyhogy minden karakternél figyelmesen, hogyha valaki esetleg nem tudom, nem olvasta volna odáig a dolgokat, akkor nehogy olyat mondjak, amit más nem akar hallani. Legelső nyilvánvalóan a Rick Riordan könyvek lesznek, amikből a legeslegkedvencebb karakterem Nico DiAngelo. Nico a legeslegeslegkedvencebb karakterem az egész Rick Riordan szériából, mégpedig azért, mert imádom. Amúgy nagyon gyorsan rá fogtak jönni, hogy van egy típusom. Nicót nagyon bírtam. Még nem is azt mondom, hogy a Percy Jackson könyvekben, mert mikor legelőször olvastam őket, akkor még olyan kicsit ilyen furcsa karakter volt, de aztán meg ugye az ötödik rész végére megszerettem, aztán ott voltak Viriának a fanartjai róla, és teljesen beleszerelmesedtem Nico DiAngelo-ba, aztán jött a Hades háza, és csalódnom kellett, és lemondani az esküvői terveket, de mindegy. Ettől függetlenül továbbra is imádom. Kis cukorfalat. Második karakterünk szintén Rick Riordan, és nem lehet megcsinálni, hogy nem mondjam el, az pedig Percy Jackson. Meglepetés! Igen, Percyt is imádom, nem úgy, mint Nicót. Percyt, mint karaktert imádom, Nicót meg így. Máshogy. Szóval Percy a zenebesszel, úgy. Az ők a power couple egyértelműen az egész Rick Riordan szériában. Percyt ki nem bírja? Csak úgy őszintén. Tehát, hogy eleve imádom a Percy Jackson és az olimposziakat, aminek Percy a narrátor, szóval innentől kezdve egyenes úton, hogy imádom Percyt. És hát, ha egy Rick Riordan könyvben élnék, akkor Percy a tesóm lenne. Mert biztos, hogy Poseidon gyereke lennék. Harmadik, szintén még Rick Riordan karakter, akit még csak egyszer olvastam a Kane krónikákat végig, és kéne újra, viszont Anubiszt annyira imádtam benne. Részben valószínűleg azért, mert rettenetesen emlékeztetett Nicóra, tehát, hogy Anubis is ugye halálisten. Nico a halálisten fia, kinézetre is tök egyformák. Imádtam, tényleg. Anubisszal a sorozat végére egyébként csak annyi problémám lett, ugye, hogy ott volt a másik srác, és ott Széd is háromszög, és akkor ugye nem volt igazi háromszög, mert a végén Anubis, mint Isten, megszállta a másik csávót, hogy ne halljon meg, és így Széd egyszerre randizik a kettővel, mert egy testben vannak. Na, az fura. De amúgy Anubiszt is nagyon bírtam. Következő a Gyűrűk urából az abszolút két kedvenc karakterem. Most inkább a filmre mondom a dolgokat, tehát, hogy inkább a film, mint a könyv. Szóval Legolas és Aragorn egyébként a két kedvenc karakterem a Gyűrűk urából. Aragornt azért, mert a könyvekben kicsit máshogyan állt a karaktere, mint a filmben, mert a filmben ott tényleg végig megvan ez a nem annyira akar király lenni, de az lesz, míg a könyvekben meg nem akar király lenni, aztán azt mondja, hogy mégis csak király akarok lenni, szóval ott volt egy ilyen kis furcsaság nekem. Legolas meg, hát Legolas azért imádom, mert körülbelül nagyon sokáig én rettenetesen szerelmes voltam Orlando Bloomba. Ami utána a trónok harca miatt átment Kit Harringtonba, de egészen addig teljesen Orlando Bloom szerelmes voltam. Szóval, ezzel letudtuk a Gyűrűk urás karaktereket is. Mielőtt bárki megijedne, a Harry Potterből is hoztam kedvenc karaktereket, férfi karaktereket. Az egyik nagy kedvencem Sirius Black. És továbbra is utálom, hogy Sirius meghalt.
de nagyon sok karakter halálát utálom a Harry Potterben, de Sirius az így abszolút. Sajnálom, hogy például a filmekben ugye csak a harmadikban van benne, meg ugye az ötödikben, és ott sem nagyon sokat, és ugye a könyvekben azért kicsit többet van. Másik tündérbogyó, akit imádok a Harry Potter sorozatból, nem a Harry Potterben van, hanem a Legendás állatok és megfigyelésükben, ami ugye forgatókönyv, szóval nyilván a színész miatt is imádom, de amúgy is Newt karaktere, Newt Scamander, mi az? Goethe Salamander karaktere, annyira imádnivaló, megzabálom, komolyan mondom, ráadásul Eddie Redmayne cuki is nagyon, úgyhogy. És nagyon jól alakítja, nekem legalábbis nagyon tetszik az ő alakítása, és így abszolút annyira jól el van szerintem találva a karaktere, és nagyon jól is játsza, és imádom. De nekem az akkor is Newt Scamander marad. Következő, sokat emleget, vagy hát az előbb már említettem ezt a karaktert, egyébként pont itt van szembe velem a falon is róla egy kép, az pedig a Trónok harcából Havas John. Mint mondtam, második óriási színész szerelmem az Kit Harington volt. Most már az is így kicsit elpárolgott, most már csak így, most már az nincs. Igen, szerintem annyira már nincs. Főleg valahogy, amikor így a Trónok harca hype így bennem leülepedett, és már nem nagyon bírtam a Trónok harcát, akkor így a Kit Harington őrületem is leülepedett. Emlékszem még mennyire imádtam. Igen. Azért is kaptam egyik karácsonyra egyik ismerősöktől Jon Snow-s képet. És nagyon remélem, hogy a könyvekben nem, ha valaha meg lesz a könyvek végződése, akkor a könyvekben nem az lesz a vége a Trónok harcának, mint a sorozatban, mert akkor rettenetesen el leszek keseredve. De addig már nem vagyok hajlandó folytatni a Trónok harca olvasását, amíg nincsenek kint a könyvek. Egytől egyik. Utolsó előtti karakter, legalábbis nagyon remélem, hogy 10 maradt bent a körben, és nem számoltam el magam, mert hajlamos vagyok rá. Hablaty, az Így neved a sárkányutat szériából. Mondhatjuk a filmet is, mondhatjuk a könyvet is, mind a két Hablatyot szeretem és imádom, mint karaktert. Ráadásul az animációs filmben a második részre olyat glow-upolt Hablaty, hogy hú! Na igen. És számomra Hablaty karaktere így abszolút az a fajta karakter, aki csak szeretni lehet, mert egy teljesen pozitív és jóságos és aranyos karakter, és főleg szerintem az egész karakterében számomra a legmegnyerőbb, hogy tud bánni a sárkányokkal. Másként bánik ugye a sárkányokkal, mint a többiek, és valószínűleg ez az, ami abszolút eladta nekem már egyből a karakterét. Főleg a filmben a fogatlan és Hablaty kapcsolat egyszerűen annyira ennivaló. Utolsó karakterünk pedig ebben a kis 10-es toplistában úgymond, a Carrionból Bez. Kinézet alapján teljes mértékben tök ugyanúgy néz ki, mint az eddigi karakterek felsorolt 99%-a. Mint mondtam, van zsánerem. De hogy a Carrionban az a pont, amikor én eldöntöttem, hogy imádni fogom Bezt. Vagy az még lehet egyébként a Fangirlben volt, amikor voltak ezek a fanfictionos részek, de így valahol ott döntöttem el, hogy én imádom Bezt, amikor kiderült, hogy ő egyébként abszolút totálisan bele van habarodva Simon Snowba, és hogy soha nem akarta megölni, de hogy az ellensége, de ezért mégsem, és ez az Enemies to Friends to Lovers amúgy is nekem ilyen nagy kedvencem, és most mi arra a jó magyar szó, ez a pining, ez a vágyakozás, tehát egy Bez abszolút ilyen vágyakozása van Simon felé, és annyira jó. Annyira imádtam a Carrionban például, amikor ott aludt náluk Simon, meg ezek a jelenetek. Jaj, szegény Bez, a kis meg nem értett szereplő. Kis meg nem értett vámpír. Simonnal a dinamikájuk is ennivaló és vicces, és imádom. Ha nem mondtam még volna elégszer, hogy imádom, de egyértelmű, mert ezt a 10 karaktert mindet imádom. Körülbelül ők lennének a kedvenc férfi karaktereim. Úgy, hát, hogyha azt nézem, hogy így minden, amit így valaha eddig olvastam. Persze, tudnék azért többet is választani, egyértelműen. De így próbáltam lekorlátozni magam. Kommentben írjátok meg, hogy nektek kik a kedvenc férfi szereplőitek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like-ombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.